18. rész. A kisgyermek példája. Botránkozás és botránkoztatás. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vetted el a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Az eltévedt jó. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Testvériség a gyülekezetben. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt.
Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. 19. rész. Kérdés a házassági elválásról. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké. És vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Jézus megáldja a gyermekeket. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. A gazdag ifjú. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi út tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt. Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan támozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. A tanítványok jutalma. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte.
mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból